Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Szerdán este szoktunk a kérdésekkel foglalkozni, ugye kérdezd a rabit, lehet feltenni kérdéseket a kommentekben, és igyekszem rájuk válaszolni. Ha nem tudom a választ, azt Isten adjan erőt nekem, hogy férfiasan bevallom, hogy nem tudom a választ, de hát remélem, hogy legalább a kérdéseknek egy részére, egy nagy részére fogok tudni válaszolni. Talán tényleg szeretnék kezdeni egy kérdéssel, ami múlt héten felmerült, és nem volt válasz rá, hogy a múlt heti szakaszban azt hiszem, hogy ez 7. fejezet per 8, erre az volt írva, hogy Mózes szóljon Áronnak, hogy dobjon le a botot, és az pedig kígyó lesz belőle, stb. És felmerült a kérdés, hogy miért Áronnak le kellett dobni a botot, és nem Mózesnek. Kicsit kerestem a kommentátorokban, hogy a kommentátorok mit írtak erről, különböző kommentárokat néztem, nem láttam. Egyik helyen láttam, hogy észrevette, de nem láttam, hogy elmagyarázta. Ha jól értem itt, ez pedig a Hoffmann Dávid Zvi rabbi, magyar rabbi volt, de Berlinben működött, és ő azt, ha jól értem, hogy azt akarja mondani, hogy Mózes ő az Istennek a küldete. Áron ő a proféta, ugye Áron az, aki szól a fáraónak, Áron a proféta, Mózes az Istennek a küldete, ezért Mózes nem az, hogy ugye azzal a kérdés, hogy mivel tudják bizonyítani, hogy ők Istennek az Isten nevében jönnek, akkor lényegében Áronnak a feladata, ő az, aki szól a fáraónak, akkor ezért ő neki kell ezt a bizonyítékot végrehajtani, de Mózes utasítására. Ha jól értem, de ha lesz valami jobb válasz, akkor azt is fogom mondani. No, első kérdés, Háim felteszi a kérdés, 10 csapás, feljött a béka, és a keleti szél elhozta a sáskát. Miért van ez a 2 egyes számban? A békára azt meg kell nézni a Rásiban. Rási azt mondja, azért egyes számban, mert egy darab béka jött fel, mindenki ütött rá, tűnjen el, és ahogy minél többet ütettek, annál többet kispriccelt magából sok-sok-sok béka. De Rási is azt mondja, hogy valójában az egyes szám lehet a fajtára. Feljött a béka, de lehet, hogy sok béka volt a béka fajtában. Sok sáska volt a sáska fajtában, azért nem annyira problémás, ha egyes számot használunk. Nézzük meg, van egy más kérdés. Péter, az Asher, aki kovászost eszik Pesachkor, legyen kiírtva Izraelből. Ez egy halálbüntetés, amit a sem hajt végre? Igen. Van több magyarázat, mit jelent, hogy legyen kiírtva. Az egyik elképzelés, hogy ez egy korai halál, a égi halál, amit az Isten hajt végre, de nem az emberi bíróság. Más vélemény azt mondja, legyen kiírtva, hogy a halála után véges nem lesz része a túlvilági üdvösségben. Különböző magyarázatok vannak erre. Egy dolog biztos, hogy Pesachkor nem szabad kovászost enni, se kenyeret, se más olyasmi, ami készült gabonából, nem a megfelelő módon.
Laci, múlt héten a felváltva kézmosásra vonatkozó kérdése csak a felkelésnél az ágyban, illetve a temető látogatás utánról volt szó. A sejtez valamelyik kurzusban úgy tanultam, hogy minden mellékhelyiség látogatása után itt kell felváltva kezet mosni és áldást mondani rá, még az Asher Jacát is, valamint ha megyünk a zsinagógában, hat, illetve otthon ima előtt, és így kell kezet mosni. Áldást tisztázunk, áldást nem mondunk csak akkor, ha kenyér evés előtt van kézmosás. Akkor mondunk áldást. Máskor mi nem mondunk áldást. Máskor nem mondunk áldást. Ezen kívül a múlt héten tisztáztunk ezt, hogy valójában mindig van felváltva a kézmosás, mert a tisztatalanságnak a kézmosás az mindig felváltva, kivéve amikor a kenyeremlés előtt az nem egy tisztatalansági kézmosás, akkor háromszor jobb kezet, a jobb kézre, aztán háromszor bal kéz, és nem felváltva. Minden más kézmosás az felváltva mondjuk. Ezt már múlt héten is tisztáztunk, és ez így helyes. Káin. Miért halt meg József előbb, mint a testvéri, pedig nála csak Benjamin volt fiatalabb? Igaz? Az egy nagyon jó kérdés. Nem emlékszem, hogy Rashi ezt, hoppá, első kötet kell, hogy legyen. Első kötet végén. Mindenképpen a Talmud azt mondja, hogy Jákobnak az, nem Jákob, Józsefnak az élete rövidebb lett, elveszített sok évet azért, mert többször hallgattat, amikor a testvérek mondták, apánk szolgád, apánk Avdacha Avinu, apánk szolgád, ez pedig nem helyes, hogy József elfogadta azt, mert azt mondjuk neki, hogy a mi apánk az a te szolgád, és tízszer hangzott el, ezért 10 évet veszített a József az életében. Az az egyik magyarázat, a másik magyarázat mondja a Talmud, hogy a hatalom lerövidíti az ember életét, és József a példa erre, hogy ő fiatalabban halt meg, mint a többiek. Éva, én az úti imát, miután elindulok, az autóval szoktam elmondani, itt kell, vagy mielőtt indulok, hogy a helyes. Az úti imát azt el kell mondani, valahányszor az ember indul egy hosszabb útra. Hosszabb útra az azt jelenti, amikor az ember amikor az ember elhagyja a várost. A városon belül utazik az ember, nagy város lehet, legyen az Párizs, legyen az Moszkva, legyen az, mit tudom én, New York, akkor ameddig a városban van, nincs útima. Útima az csak akkor a városon kívülre utazunk, és ilyenkor meg kell várni, hogy az ember elhagyja a város legalább 1 kilométert, és utána mondhatja már az áldás. Ugyanúgy repüléskor, hát repülés ez mindig, akkor mindig hagyja el az ember a város. A városon belül soha. Szóval az a kérdés, hogy rögtön induláskor nem, csak a városon kívül kell ezt mondani. Miután az ember már elhagyta a város, jobb az ember nem húzza az időt, rögtön mielőtt elhagyta a város 1 kilométerrel, akkor már mondjon el az útiimat. Asher Péter. Csak három nemzedék élt Egyiptomban. Kahat, Jákóval érkezett, és ő volt Mózes nagyapja. Mégis elhagytuk már a körülmetélést is. Mitől volt ilyen gyors volt az asszimiláció? Nagyon jó kérdés, de hát az asszimiláció az nagyon gyorsan jöhet, az nem kell sok idő. Az emberek látják, hogy fantáziában milyen jövő vár rájuk.
csak az a lényeg, hogy próbáljanak beilleszkedni. Például, ha beilleszkedünk, talán nem leszünk tovább rabszolgák, vagy ha beilleszkedünk, talán mi leszünk itt a nagy urak, és akkor elindul az asszimiláció, nem kell sok, nem a hosszú idő az asszimilációnak a titka, hanem az, hogy elindul egy beilleszkedés. Ez a dolog lényege. De három generáció az nem biztos. Igazad, Mózes már kiment Egyiptomból, de Mózes már 80 éves volt, amikor Fáraó elé állt. Mózesnek már volt gyereke, amikor simán még egy nemzedéket jelent, és lehetett még két nemzedék. Rifka azt mondja, hogy 6, nem tudom, mire utal. Kérem, magyarázd el, mire gondolsz. András, az év. Miért két heti szakaszban van leírva a 10 csapás? Miért nem egyben, mint a parancsolatokban? Miért 4 heti szakaszra van bontva az egyiptomi rabszolgaság és kivonulás? És miért nem egybe, hogy itt az egész történet egybe legyen? Erre nem szabad elfelejteni, természetesen mindenféle magyarázatokat lehet keresni. Az egyszerű magyarázat az, hogy nem lehet túl hosszú egy heti szakasz. És ezért van ez bontva heti szakaszokra. Úgy alakult, hogy 7 egy heti szakaszban, 3 a másikban, mert már elég hosszú volt a heti szakasz. Ez az egyszerű magyarázat, de lehet keresni más magyarázatokat is. Chaim, azt tanultunk, hogy a sötétség alatt meghalt a zsidók 80%-a, kb. 8 millió ember. Ez azt jelenti, hogy 3 nap alatt minden élő zsidó átlagban 4 halottat temetett el. Hogy lehet ezt elképzelni? Hogy lehet ezt elképzelni? Nem tudom pontosan, mi a kérdés, hogy túl sok, vagy túl sok munka, nem tudom erre mit mondani. Nem tudom erre mit mondani, mert mondom, nem értem pontosan a kérdést. Ha így volt, az Isten nem akart adhagyni az Egyiptomba a zsidóságnak a 80%-at, és ezért inkább meghaltak, és akkor így nem kellett elhagyniuk Egyiptomat. A napi tanításban mondtam egy olyan gondolatot, szerintem ez nem pont, ez nem ilyen történelmi magyarázat, de a Rebbe azt a midrást idézte, azt mondta, a midrásban van 3 vélemény, hogy vachamushim, ami 5, hogy egy zsidó az 5-ből hagyta el Egyiptomat, egy zsidó az 50-ből, vagy egy zsidó az 500-ból. És akkor azt mondja a Rebbe, hogy próbáljuk egy kicsit másképpen ezt nézni, nem úgy, hogy tényleg egy az öt, a harmadik vélemény szerint tényleg 499 zsidó maradt Egyiptomba minden egy zsidóhoz, aki kiment. Azt mondja, induláskor így volt a hangulat, hogy nagyon kevésen akartak indulni. Egy az 500-ban. De páran vállaltak, ez lelkesek voltak, ez hatott rájuk, és utána a következő fázisban már egy az 50-ből már akart indulni. Ennek is nagy hangulata volt, és akkor a vége már egy az 5-ből. Erre azt mondja, lehet, hogy a vége már mindenki elhagyta Egyiptomat. Ezért mondom, nem tudom, de Rebbe ezt mondja történelmileg, mert azt hiszem, hogy le van írva, hogy tényleg meghaltak a sötétségben, de magyarázatként, nem mint történet, azt mondja, lehet, hogy a végén hatott ez mindenkire, és mindenki hagyta el Egyiptomat. De igaz, amit a Rebbe akart magyarázni, ez az, hogy 3 vélemény egy lényegében egy megtörtént esetről.
azt mondja, általában azt mondjuk, hogy két vélemény van a Talmudban, akkor valahogy van némi igazság mindegyikben, de az egyik el van fogadva a halakában, azt követjük, a másikat nem követjük. De van benne némi igazság, némi logika. De történelmi esetre az, nem lehet mondani, hogy van némi igazság mindegyikben, vagy egy az 500-ból, vagy egy az 50-ből, vagy egy az 5-ből. És ezért a Rebbe próbált össze, azt mondja, hogy ez három fázis. Először egy az 500-ből, egy az 50-ből, egy az 5-ből. És ha már idáig eljutott, azt mondja, ebben a végén már ez hatott mindenkire. Mindenképpen a lényeg az elmagyarázni, ez nem három vélemény, ami ellentmond egymásnak, hanem három fázisnak lehet ezt elképzelni. Ez egyébként a Rebbe, beszélek itt a Lubavitcher Rebbéről, az ő beszédében sokszor merül fel ez a kérdés, ahányszor van olyan vita a Talmudban, vagy a Midrashban, vagy a kommentátorok között, ahol egy történelmi eseményről, egy megtörtént esetről vannak különböző vélemények, akkor mindig az a kérdés, hogy hogy lehet itt különböző vélemények, és a végén úgy lehet ezt próbálni magyarázni, de a végén ez csak felfogás kérdése, vagy fázisokról beszélek, vagy ilyesmi. Következő kérdés a Zeiv András. Miért fél kör ívben vált szét a sastenger, nem lett volna jobb, ha egyenesen a Sinai hegy felé nyílik szét? Az egy jó kérdés, mert a tengernek a kettéválása sokan egyszerű olvasás szerint azt hiszik, hogy tényleg átmentek. A tenger kettéválása, és mentek át a másik oldalra, de a válasz az nem, hanem egy fél kör volt, bementek itt, és ugyanazon az oldalon jöttek ki. Miért nem lett volna jobb? Ez egy jó kérdés, miért nem lett volna jobb? Hát maga a heti szakaszban is az van írva, nem a heti szakasz, az a jövő heti szakaszban, a Sálachban az van írva, az örök való nem az egyenesen legkönnyebb úton vezet őket, azért, hogy ne tudjanak könnyen visszajönni. Ami azt jelenti, hogy valami kicsit úgy vezet őket, nem volt nekik Waze vagy GPS, úgy, hogy egy kicsit összekeverte őket, hogy legyen egy hosszú út, amikor valójában lehetett rövid úton is jönni, azért, hogy ne tudjanak könnyen visszamenni Egyiptom. Pedig volt egy idő, amikor azt mondta, menjünk vissza Egyiptomba, elegünk volt már a Mózessal és mindenféle parancsolatokkal, amit ő mond. Ez az a következő heti szakaszban Sálach első versében van. Péter Asher, az állati eredetű kollagén tréflinek számít-e? Gyógyszer nincs íze, de nem kóser tengeri állatból, vagy nem kóser vágat tehenből van. Nem tudom, mi ez a kollagén. Állati eredetű kollagén tréflinek számít, tehát gyógyszer. Nem tudom, mi ez a kollagén. Ezért nem tudok rá válaszolni. Van az a történet, azt mesélnek viccnek, hogy egyszer valaki jön az ortodox rabbihoz, és azt mondja, milyen áldás kell mondani a BMW-re. Azt mondja a rabbi, tudom, mi az az áldás, de nem tudom, mi az a BMW. Elmegy egy reformvallási vezető, és ugyanezt a kérdést teszi fel, milyen áldás kell mondani a BMW-re. Azt mondja ez az illető, én tudom, mi az a BMW, de mi az az áldás. Én ebben az esetben nem tudom pontosan, mi az a kollagén, de mindenképpen az alapelv az, hogy gyógyszer, aminek nincs íze, pláne a kapszulában van, veszedi az ember, akkor mivel ez gyógyszer, akkor nem kellett legyen kóser. Vitamin, az kellett legyen kóser, mert a vitamin azt nem kell szedni, és akkor a vitaminnek kóser kell, hogy legyen. De még mindig kérem, magyarázd el, mi az a kollagén, nekem mondtam, hogy bevallom, ha valami nem tudom. Chaim, hogy lehet értelmezni a csapások sorrendjét? A vér az enyhe, és az első születtek halála a legvadabb. A vér az enyhe,
hogy Rashi idéz egy midrást, ami elmagyarázza a csapásoknak a sorrendjét. Hogy azt mondja Rási, a Midrás azt mondja, ez olyan, mint egy háború, először a vizet elrontja, aztán megtámadja a várost, szóval az egész sorrendet mond a Rási. De most én nem találom. Azt sem tudom, hogy most a csapások elején kell ezt keresni, vagy a csapások végén. Emlékszem, hogy Rashi nem idézi végig, hanem azt mondja, stb. És szögletes zárójelbe, szögletes zárójelbe, vagy lábjegyzetben idéztem az egész folytatása, a midrásnak a folytatása, most nem látom. Jó, még egy picit keresek. Mindenképpen Rásival foglalkozik ezzel a kérdésen, hogy miért pont ez a 10 csapás. Mindenki az biztos, hogy a 10. csapás volt a legsúlyosabb. Tovább. István. A fejtfilin miért kell a homlok fölé helyezni? A halaká azt mondja, hogy nem a két szem között, hanem a homlok fölé helyezni, ahol az embernek haja van. Ha épp már az embernek épp már nincs haja, akkor körülbelül azt a vonalat követni kell, ahol régen volt haj. Ez a helye a tfilinek. Mózesi törvény a Színájban, és le is van vezetve, a Bibliában is van utalás erre. Sajnos nagyon sokszor lehet látni, az embernek a tfilinje lejjebb megy, és ez problémás, mert nem nagyon kóser így. Zev András, szabad áldás mondani gyógyszerre, és ha igen, melyiket? Nem, gyógyszerre pont az, hogy mivel nincs íze, nem étel, nem mondunk rá áldást. Kollagén is a protein, tehát that makes up almost 40% of the proteins in the human body, csak nem tudom pontosan, hogyan szedi az ember, milyen ez a mind gyógyszer, hogy az ember így egy az egybe szedi, akkor nem kóser. Általában azért kóser a gyógyszer, nem, pontosan azért nem kell kóser, mert általában ez már pórá van, feldolgozó, úgy, hogy elveszíti teljesen a korábbi identitását. János, a sáska miért kóser étel? Mit jelent a miért? Mert az Isten elfogadta a kósernak, csak nem minden sáska kóser, és csak olyan sáskat lehet elfogadni kósernak, amit a halacha kósernak elmondja, és van nekünk élő hagyomány rá. A világ zsidóságának nincs élő hagyománya a sáskára, kivéve a jemeni zsidók. Nekik megmaradt az élő hagyomány a sáskára, ők ehetnek azokat a sáskákat, amelyeket van hagyomány rájuk. Egyszer olvastam az egész cikket, hogy valaki arról ír, hogy a jemeni zsidóknak a hagyománya is feledésbe merül, mert Izraelben nincsenek sáskak, és nincs sáska evés. És akkor ezért azt írja, hogy próbálja tudományosan leírni, így, hogy megőrizni a hagyományt. Egyik jemeni rabbi
nekem megvan a könyve, azt írja, de a sáskának van egy nagyon finom íze. A kóser sáskának. További kérdés. András, miért hagyta hivatalában a fárolt a csapások idejére az örökévaló? Nem értem a kérdés, hogy le kellett volna váltani a fárolt. Nem, az örökévaló nem akarta leváltani a fárolt, az örökévaló azt akarta, hogy a fárolt beadjon a derekát, és ő fogadjon el, ismerjen el, hogy az Isten parancsára kihagyja, kiengedi a zsidókat. Sőt, a kérdés még tovább van. Ha minden első született meghalt, maga a fáraó is egy első szület volt. De erre mondja a proféta, és fogom ezt olvasni szombaton a Maftírban, az örök azt mondja, bávurzót, hemmatti, ha azért maradtál te életben, hogy legyél te az, aki fog mesélni a következő nemzedékeknek az Istennek a csapásai és csodái. Ami azt jelenti, hogy fáraónak simán kellett volna meghalni, a máskor nem akart tizedik csapás, az örök az direkt azt akarta, maradjon életben, és fogadjon el az Istennek a parancsát. András, miért a Szeged Nazir, a Nazir traktátust a Talmudban alig, vagy egyáltalán nincs rási kommentár? A Nazirnak a kommentárja az nem Rassi. Lényegében hiányzik Rassinak a kommentárja a Nazir traktátusból, aztán a Moed Katán traktátusból van valami, ami Rassinak van mondva, de az se Rassi. Három traktátus azt hiszem van, ahol hiányzik a Rassi. A Moed Katánnak a később szinte 50 évvel ezelőtt megtaláltak a Rassi kommentárját ez a traktátushoz, de nem az, ami a Talmudban benne van. Most megjelentették, ugye 50 évvel ezelőtt, vagy 40 évvel ezelőtt. A sáska kapcsán az András azt írja, alapszabály szerint nem az, csak egyfajta van, ami az. Nem egyfajta, több fajta van, ami kóser, csak ismerni kell, melyik az, ami kóser. Asher Péter, egy református teológus írt egy új bibliai héber-magyar szótárt, szabad-e ezt használni, érdemes-e ezt használni? Láttam ezt a könyvet, én nem láttam, hogy ez ilyen hasznos lenne, jó, hát nekem könnyű, mert hál' Istennek Héderbe jártam, Jösivában is megtanultam jól héberül. Ez lényegében egy szótár, aki tud így szótározni, tanulni a Bibliát, akkor lehet hasznos, lehet ez hasznos. Én azt hiszem, hogy sokkal egyszerűbb megtanulni héberül. De mindenképpen ez egy szótár, de egy szótár, ami nincs benne az egész héber, csak a bibliai szavak. De természetesen gyök alapján, úgy, hogy nem olyan egyszerű használni. Azt az ember már akarja használni azt a Bibliát, akkor már ismerni kell a szónak a gyökje, és akkor így tud utána nézni bizonyos szavak után. Mi azt jelenti, hogy a szótár is már egy szintet már ismerni kell a héberből. András, ha valaki názir, minimum egy hónap, hogy csinálja a sáveszi kidust és a havdalát? A válasz erre az, ha valaki názir. A názirság, amit Mózes 4. könyvében, azt hiszem a Nászó heti szakaszban olvasom, ez azt jelenti, hogy vállalja, nem fogja a haját vágni, nem fog inni bort, vagy bármi, ami a szőlőből származik, nem fog fagyasztani, illetve nem fog temetőbe menni. Hogy tud kidust csinálni? Kidust csinálni, ha nem, az ember nem tud inni bort, akkor kenyere is lehet. Hogy tud havdalát csinálni a szombat kimenetelekor? Azt lehet a más, ha nem lehet borra, akkor tud egy fontos nemzeti italra lehet mondani a havdalát. Úgy, hogy a kidus is szombat bejövetelnek, akkor megvan oldva, vagy kenyére mondva, a kimenetelekor pedig elmondja valami
más italra. Feltételezed, ő maga mondja a kiddust. De azt is lehet, hogy valaki mondja a kiddust, és hallja, és ezzel teljesíti a kiddusnak a micváját. István. A Herz Biblia Mózes első kötetében szerepel Mark Chagall realista festménye, egy talitat és tfilint viselő imádkozó zsidóról, aki a fény tfilint a homlokkal közepén viseli. Ez egyszerű tévedés nem lenne Chagall részéről, aki vallásos zsidó volt, tehát biztosan ismerte a vonatkozó szabályt. És muszáj egy kicsit pontosítani, azt így nem csak egy vallásos zsidó, mert azt írja, hogy Chagall azt írja Vitebski rabbi. Ugye Chagall az Vitebski gyerek volt, járt a Tréderben, talán egy Hasid család, talán Chabad családból is és származott, de utána elhagyta ezt. Ezért, ha valaki nézi azt a tfilint, akkor Chabad szokásként az ujjára, Chabad szokásként van lefestve a tfilint. Sajnos a tfilin egy kicsit lent van, és ez a tévedés. Gondolom már régen rakott tfilint, és akkor már a tfilin innen lejjebb ment rá, de jó, hogy észrevetted ezt. Jó, de észrevette ezt, hogy a tfilin nincs rendben. Egyébként a Chagall, az pedig Chagall névből van, azt jelenti, hogy Lévi volt. És nagyon sok Lévi, az vagy Lévi, vagy Chagallnak van a nevéhez. Következő kérdés az év, mitől jó egy rabbi? Ilyen tulajdonságoknak kell meglennie benne. Hát, milyen tulajdonságok? Először kell legyen neki, a nagy alaptudása kellett legyen istenfélelem, és kellett legyen kedves az emberekhez, mert ha hiába van tudása, hiába van istenfélelem, ha nem képes az emberekkel kommunikálni, akkor nagy tudású magánzsidó. A rabbi, ez akkor rabbi, ha tud kommunikálni a közösséggel, kedves kell lenni az emberekkel. Egyik oldalon azt mondjuk, Loha Bajsen Lamed, mondja az atyák bölcs tanításai a perek, hogy aki szégyenlős, én nem soha megtanulni, mert neki fel kell tenni a kérdéseket, de nem teszi fel a kérdéseket, akkor soha nem fogja megkapni a választ. Vloha Kabdan Melamed, aki túl szigorú, nem tud tanítani. Ezért nagyon fontos, hogy kedves kelled legyen. Én nehányszor én is kedves vagyok. Chaim, a ma ismert betűket a Tórában Ezra alkotta, úgy tudom. Miért elemezzük alaposan ezeket a vonalakat, ha ez csak egy ember munkáját alkotása? Ez nem így van, és erről beszéltünk a decemberi szünet előtt, idéztem a Talmudból, hogy a Talmud, van egy olyan vélemény a Talmud, és ez inkább az elfogadott vélemény, hogy az eredeti írás az, amit mi használunk, utána átálltak a zsidók egy másik írásra, és Ezra visszavezett az eredeti írásra. Ez egy. Kettő, az Ezrát magánember, vagy egy emberként titulálni, az nagyon nem helyes. Ezra volt a zsidó nép vezetője, Ezra volt egy proféta, szóval ez nem egy embernek a munkája, de mindenképpen ez az elfogadott vélemény. István, az egyiptomi bábasszonyok, Sifra és Pua megtagadták a héber fiúgyermek meggyilkolását. Arra hivatkozva, hogy ők félik Istent. A héber szövegében Hailokim, tehát a fordítás helyesnek tűnik, de az egyiptomiak Echnaton fáró uralkodása előtt és után több Isten hívők voltak, vagyis náluk az Isten értelmezetlen volt, hogyan értsük akkor a Tóra szövegét.
Nem értem pontosan a kérdést, mert Sifra és Pia egyértelműen nem az egyiptomi istenekre hivatkoztak, hanem Sifra és Pia a saját zsidó nép egy istenre hivatkoztak. Biztos, hogy nem az ő istenükre hivatkoztak, és akkor természetesen egy istenről van szó a zsidóknál, már Mózes, biztos, már Ábrahám ideje óta. Vagy nem értettem pontosan a kérdést. Chaim azt mondja, nehányszor én is kedves vagyok, mondtad, nagyon jól mosolyogtam. Jó, erre nem kell, nincs kérdés. Kata is, köszönöm mindenkinek a dicséret. Chaim, szükség esetén, hogy legyen minnyán, be lehet számítani egy fiút egy nappal a bar mitzva előtt. Például meghalt az apja vidéken, és vele együtt lenne összesen 10 férfi a temetésen. Ha még nincs bar mitzva, nem lehet beszámítani. Ugyanis, hogy ezt a kérdést teszünk fel, hogy ha csak egy nappal a bar mitzva előtt, és ha csak 9-en vannak, és ha csak 8-an vannak, és ilyesmi, az nem segít, hanem akkor van közösség, akkor van közösség a 10 férfi, zsidó férfi ellen van. Ha nincs 10 férfi, akkor nincs minnyán, eltemetni lehet, de kádist nem lehet mondani. Ezt a Biblia le van vezetve, a Bibliában a legkisebb közösség az a rossz, vétkes kémek, 12-en voltak, csak 10-en voltak, akik vétkeztek, beszéltek Izrael ellen, Szentföld ellen, és erőkön azt mondja, ez egy rossz közösség, szóval le van vezetve a Tóraból a 10-en. Ha 9-en vannak, akkor sajnos csak 9-en vannak. Épp most vasárnap, ami volt, akkor volt egy barátomnak egy arcátja Tokajban, és összeszedtem oda Tokajban 10 zsidó férfi, sőt 12-en is voltam, vagy talán a végén még 13-an is voltunk, azért, hogy tudjak mondani Kadis a fia helyre. A fia kint lakik Kaliforniában, és én tettem neki ezt a szívességben évek óta, hogy megyek le a Yahrzeit napján. Az a Tokajban már nem él 10 zsidó, ettől még nincs lehetőség Kadis mondani kevésebb ember jelenléteben, mint 10. Többen voltunk, de ketten nem tudtak feljönni a temetőben, mert két kohen volt, aki nem tudott benni a temetőben, nélkülük meg volt a minnyán, aztán jött még egy ember. Inkább 11-en voltunk fent a sírnál, ketten ott a kerítésnál álltak. András, milyen bűnök zárhatják ki a zsidó férfit a minnyánban való beszámításban? Házasságtörés ilyen nem olyan egyszerű valakit kizárni a minnyánból. Aki zsidó, az zsidó. Van, amikor a zsidó bíróság, a Beis Din képes valakit kiközösíteni, de ez csak egy technikai kizárás, hogy továbbra is zsidó marad, csak olyan súlyosan vétkezett, hogy a bíróság, a Beis Din kijelenti, hogy nem szeretnénk, hogy ő a közösségnek a része legyen, és ne is számítsuk őt be a minnyánban. De akkor is zsidó maradt, és ez csak egy technikai kizárás, ez nem szerint, nem lehet valakit kizárni a zsidó népből, hogy ne legyen, hogy érvényesen ne legyen zsidó. Szerintem akármi fog történni, ha eljegyezed nőt, egy zsidó nőt, akkor az érvényes, és nem lehet azt mondani, hát nem érvényes a házasság, hogy kizártak. Nem, ha törvényesen csinált, akkor érvényes, és csak akkor tudja elhagyni őt, ha vállólevelet kap tőle, egy zsidó vállólevelet, getet kap tőle. Tehát nem lehet úgy valakit kizárni a
közösségből, hogy tényleg ne legyen zsidó. Technikailag lehet, hogy a Bézin úgy döntött, nagyon súlyos a népet már, és nem szeretnénk vele együtt imádkozni. De ez mondom, ez egy nagyon súlyos lépés, és ez ritkán van ilyesmi. Beszélek, amikor lehet, aztán volt az, például, hogy Magyarországon írja a Hátam Szajvon a pozsonyi rabbi, hogy a törvény nem enged ilyen kizárásokat. Ami azt jelenti, hogy nem is volt rá ilyen lehetőség sem. Nem is volt ilyen lehetőség sem. De elvileg van erre lehetőség a halakában. A Hatam Szövna Pozsonyi rabbi említette, amikor én a reform indult el, azt mondja, hogy ha meg lenne engedve, azt az állam megengedte volna nekem, akkor én azt mondanám királyok, hogy nem szabad velük házasodni. Nem szabad velük házasodni, de ne, azt nem tudta kimondani, mert az állam nem engedte meg. István, az előbbi kérdésemre a Sifra és Puha esetében választ kaptam, köszönöm. A Tóra helyesnek elfogadott másolatai között vannak apró különbségek, például egyet magán hangzó pont esetében. Származott már ebből szövegértelmezési vita. Tudtam szerint a Tórában nincs olyan apró eltérés, amiben más lenne a szövegértelmezése. Pont azért vannak ezek az apró, ami vannak, ez a pár apró eltérés, mert nem lehet észrevenni igazán a különbséget olvasás közben, mert nem veszi észre, hogy így van, vagy úgy, mind a kettő ugyanazt jelenti, akkor lehet, hogy egy idő után, az emberek már nem tudnak, hogy melyik a helyes. De attól igenis nem között, ott rögtön észreveszik, hogy van itt egy különbség. Viccnek mondanak, hogy amikor Mózes összetörte a kőtáblát, amit lehozott az égből, ugye az aranyborjú esetében, akkor ledobta a földre, és összetört. Összetört, hogy mindenki vett magának egy darabot. Azt mondja, vannak, akik azt a szót kaptak, hogy nem, ugye ne csináld ez, ne, nem. Mások pedig azt a szót kaptak, ugye például Lotircach, ne öl. Az egyik kapta ne, a másik az öl. Lotináv, nem szabad házasságtől is elkövetni. Az egyik kapta a nemet, a másik pedig házasságterés. És akkor így szól a víz, hogy minden közösség követi azt a hagyományt, amit neki jutott azokból a darabokból, amit ő talált. De természetesen ez csak egy víz, és a Tórában olyan nagy eltérések, ahol szövegértelmezése lenne, az nem igazán van. Háim, hallottam, hogy van olyan zsinagóga, ahol a zsidóknak ingyen van a pénteki vacsora, míg másoknak fizetni kell érte. Mit gondolsz erről, mi a Chabad elfogadott hozzáállása? A Chabadnak nincs elfogadott hozzáállása a kérdésben, mindenki úgy dönti, úgy csinálja, ahogy jobbnak találja. Van olyan Chabad zsinagógal egyáltalán nincs vacsora, nincs péntek esti közös vacsora, hanem az van, elég nagy a közösség, és a közösség tagjai meghívnak másokat vendégségben. Egy embert, kettőt, ötöt, van ilyen is. Van olyan, ahol fizetni kell, de van, ahol nem kell fizetni. Mindenki azt követi, amit jobbnak látja, hasznosabbnak, és a lehetőséghez képes. Én szerintem ez a nagyon szép dolog, ez a közösségi étkezés, hogy közben meg lehet beszélni mindenféle dolgokat,
Én szerintem ez nagyon, nagyon hasznos, emeli a szombati hangulatot, komolyabban lesz a szombat mindenki szemében, emberek rászoknak a szombatra. Ennyi. További kérdésre, úgy tűnik ennek a folytatása. Most tanultam ezt a rövidítést, JFK, Just for Kiddush, az idén 60 éve elnök neve alapján. Mit gondolsz, és mi a havad véleménye, ha valaki rendszeresen csak a kiddushra érkezik meg? Megint az a kérdés, valaki csak a kiddushra érkezik meg, mert nem érdekli a zsidóságot, zsidó, de nem érdekli a zsidóságot, és csak enni jön, és kész, vagy érdekli a zsidóságot, nem tud karában jönni, és örül, hogy legalább az étkezésen el tud jönni, közben étkezésen, ugye, tórai dolgok vannak, én mindig szoktam például tanítani ilyenkor, megint minden eset más, minden ember más, és mindig a helyzet ez képes kell dönteni. A Talmud azt a kifejezést használja, én le Dayan elmase én avra ott. A Dayan csak úgy tud ítélkezni azt, amit ő lát, nem tud ilyen előítéletes lenni. Neki már van egy alapelvem, és teljesen mindegy, hogy most így vagy úgy, hanem minden esetet külön meg kell vizsgálni, és látni, hogy mi a helyes, és mi, és hogyan van. Nekem nagyon pozitív tapasztalatok voltak itt van 33 év alatt, hogy voltak olyan emberek, akik nem nagyon jöttek az imára, hanem inkább az evésre, de ez keltett bennük egy érdeklődést, a zsidóság irányt, és utána mélyebben és mélyebben belementek. A Talmud azt mondja, az ember akár nem az Isten nevért tegyen a micvákat az elején, mert az be fogja vinni őt, és a vége már az Isten nevért fogja csinálni a micvákat. András, szabad-e valakit elküldeni, ha valaki JFK csak a kiddushra jön? Mondom, ez mindig a helyzethez képest. Ha lejáratja a hangulatot, az egy képen, ha csatlakozik, és lelkes, az egy másik képen, nincs erre elv vagy ellenelv. István, a Vasvári zsinagóga látogató vendégeink néha az általunk megszokattól teljesen különböző dallamokkal éneklik az imákat. Egy másik dallam mindig így teljesen más zsidó irányzatot jelent? Nem. Inkább fordítva. Mi péntek este, minden péntek este ugyanazokat a dallamokat énekelünk. Például a Hádodi, a himnusz, a szombat tisztel, minden héten ugyanazzal a dallammal éneklünk. Amikor én felnőttem kint New Yorkban, a pápai zsinagógában, vagy máshol, minden héten egy másik dalamat használtak. Aki előimádkozott, ő olyan dalamat használt, ami neki tetszik. Ami neki tetszik, és ez nagyon-nagyon szép. A probléma idézőjelben az, mikor az emberek nem ismernek zsidó dallamokat, ezért örülünk, amikor már megtanultak egy-két dallamat, és akkor azt használunk ismétlésben. Most itt különbséget kell tenni, olyan részek az imánál, ahol éneklés van, és utána van az nuszak, az ima ritus, az imának a dallam. Az imának a dallama az nagyjából, nem mondom minden precíz, pontos, de az imának a dallama az egy ilyen általánosan elfogadott dallam. Utána, de éneklés, az bármit énekel az ember, egyáltalán nem jelent más irányzatot, vagy ilyesmi. Chaim, közösségi szempontból hogy néz ki a Carmel, Hanna, Tel Aviv, Brooklyn Bega, Kosher Meetup és Kosher Deli? Van még egyéb kosher hely Budapesten, hol kiadja a pecsétet. Egyébként a felsorolásból hiányzik a Café Tamar, ami
a Diófa utcán, vagy a következő utcában van, az most egy-két hónapja megnyílt, a Carmelnek, Tel Avivnek, Meetupnak és a Café Tamárnak én adom a kósersági pecsétet. De természetesen ennek vannak segítség, Nachman fiam segít, illetve vannak mesgiákok, akik ellenőrzik. A kóser deli az nincs elfogadva, mint egy ortodox kóser hely, ez nálog szintnek talán megfelel, közelről nem ismerem. De örülök annak, hogy van már egy pár hely, remélem, hogy lesz még egy pár hely, remélem, hogy az ár is kicsit a helyi viszonyokat fogja megközelíteni. A lényeg az, hogy minél több zsidó egyen kósert. Chaim, egy kóser étteremben kitöltheti ki, és hozza ki a bort, pálinkát. Általában nálunk például csak olyan bor van, ami mevusal, aminek lényegében nem zsidó is érintheti, kezelheti, hozhatta, viheti, így ebből a szempontból nincs kérdés, és pont azért használok csak mevusal bort, mert akkor így elkerülünk bármilyen problémát. Sőt, nálam otthon is csak mevusal bort használok, most azt jelenti, hogy már fel volt forralva, és így bárki kezelheti, szemben egy olyan bor, ami időzőben nyers, nem volt felsorolva, nem volt felforolva, akkor csak zsidó, szombatartó zsidó kezelheti. Chaim, bizonyos írások benne vannak a túrában. Mit jelent a Tanakh szó? Mi van benne, és mi marad ki? Hogy születtek meg ezek a döntések? A Tanakh az a rövidítése a Tóra, Mózes öt könyvének, Neviim proféta könyvei, Ktuvim, a szent íratak. Ez a Bibliának az összes könyvei, összes szent könyv az bekerült a Bibliában, de vannak más könyvek, mint a Makabeusa könyve, van hogy hívják, a Ben, hogy hívják, ilyen különböző mondások, másik könyv, szintén a második szente idejéből van, Ben Szíra, Judit, olyan, ami a keresztény Bibliában bekerült, de mivel ezek nem szent könyvek, ezért nem kerültek bele a zsidó Bibliába, természetesen a zsidó bölcsek döntöttek, mely könyv egy szent könyv, aminek a Bibliában a helye, mely könyv csak szép, vagy nem annyira szép írás, ami nem került bele a Bibliában. További kérdés, nem akarom kihagyni semmit. András, honnan van levezetve, hogy a forradt bor nem problémás, hanem zsidó kezeli, benne van a Talmudban, benne van a Talmudban, benne van a Shulchan Aruchban, hogy ez meg van engedve, ez nem vitatott kérdés. És ez a magyarázata ennek az, hogy a forradt bor az nem az általánosan elterjedt bor, a szentében nem lehet bemutatni, forralt bort, stb. Stb. Ez itt a forralt bor teljesen másik kategória. Bálint, az Ézsaiás könyvéről vannak, akik azt mondják, hogy két könyvből van összerakva, mit gondolsz erről? Van a Sámuel könyvéről is, egy Sámuel és kettő Sámuel, aztán Ézsaiás könyve, egy Ézsaiás és kettő Ézsaiás, a zsidó Biblia ezt nem fogadja el, egy Sámuel könyve van, és egy Ézsaiás könyve van. Ugye viccnek, mesélnek, hogy jön egy turista csoport, amerikai turisták Izraelbe, és körül
körülmutatják nekik mindenféleket, és akkor egyszer csak az idegen vezető mondja nekik, itt van Sámuel proféta eltemetve, és valaki akar mutatni, hogy neki van nagy tudása, és azt mondja neki, melyik Sámuel proféta, az első vagy a második, az egyes vagy a kettes? Természetesen a válasz, hogy csak egy Sámuel volt, és egy könyv is van. Még egy utolsó kérdés, halott hamvai és tisztátalanság forrása, eltemették a halottat, és akkor a holttestével, ami történik vele, az igen, az tisztátalanságnak a forrása. Ha pedig hamvasztva volt, akkor az nem a tisztátalanságnak a forrása. Adja, nem akarom ezt befejezni, így halott kérdés, ezért kívánom mindenkinek hosszú életet, boldog életet és egészséges életet. Köszönöm a figyelmet, nagyon örültem a mai is minden kérdésnek. Isten segítségével folytatjuk hónap-hónapot kabbalisztikus gondolatot a heti szakaszról, és utána majd folytatjuk vasárnap másik kérdéset. Múlt vasárnap beszéltünk arról, hogy az Egyesült Államok, vagy Amerika az a vallásosság, vagy a vallástalanságnak a forrása, és erre kiderült, hogy New York, mint a vallásos zsidóknak a központja, az csak a 40-es évek óta. Csak sok mindent beszéltünk ebben a témában, a héten folytatni fogunk, mert egy nagyon izgalmas történelmi esetet idézőjelben fedeztem fel most, ami nagyon kiegészíti ezt a témát. Mindenkit szeretettel várunk, máskor is. Köszönöm szépen, jó éjszakát kívánok mindenkinek!